Köszöntöm nézőinket! A férfi kosárlabda bajnokságban a Matáv Pécs következő ellenfele a Körmend lesz. A mérkőzésre szombaton itthon a Lauber Dezső sportcsarnokban kerül sor. Nem kell viszont lejátszani a szombati mérkőzését a Hölgyek bajnokságában a Mizó Pécsi VSK-nak, mivel soros ellenfelük az Icarus visszalépett a bajnokságtól. A rendező PMFC gárdája végzett az első helyen az U16-os teremlabdarúgó tornán, a második a PVSK Pécs 96 FC, a harmadik a Paks és a negyedik a Baranya válogatott lett. Jól szerepeltek a pécsi kötélugrók a Diákolimpia országos döntőjében Szolnokon. A pécsiek egy arany, öt ezüst és három bronzérmet szereztek, a sportolók az Árpád Fejedelem iskola és az ANK színeiben indultak. A Társi nyerte az Ormánság kupát a második korcsoportos leány kézilabda tornán. A torna legjobb játékosának Vasas Edinát választották, a gólkirálynői címet pedig Ruzicska Barbara érdemelte ki, mindketten a Társi játékosai. A leány kadett területi kosárlabda döntőjét rendezik meg Pécsett vasárnap, ahol a hazai csapatot az Autópark PVSK képviseli. A küzdelmeknek a PVSK csarnok ad otthont. Az ISM által bevezetett nemzeti atlétikai program körül még sok a tisztázatlan kérdés, viszont az eddig benevezett iskolák nagyon lelkesek. Mi a közelmúltban az egyik felmérő versenyen jártunk a Tüzér utcában. A sok vitát kavart Tüzér utcai sportpálya futófolyosóján rendezték meg a nemzeti atlétikai program téli felmérő versenyét. A lassan távozó tél miatt terembe szorult atlétikai viadalon csak nem 200 kisdiák vett részt. Ezen a versenyen 6 iskola, csapatonként 32 fődiákkal vesz részt, a megyében 6 körzetben lesz megrendezve ez a verseny, Mohács, Szigetvár, Siklós, Komló és Pécs körzetben 2 helyszínen. A versenyen nem csak az ifjúsági és sportminisztérium által támogatott napiskolák vehettek részt, hanem egyéb iskolák is, amelyeket megfelelő eredmény esetén szintén felvesznek a támogatott intézmények közé. A verseny célja 6-14 éves korú tanulók verseny lehetőségének a biztosítása, mint minden sportágnak, atlétikának is, a gyorsaság, a ügyesség, a dobókészség felmérése a verseny célja. Tehát ez tükrözi a szögdelés, a medicindobás és a futás. A gyerekek szempontjából nagyon fontos, van miért készülni a testnevelés órán. Minden évfolyamból 2 fiú, 2 lány indulhat ezen a versenyen. Ezért nagyon fontos már a rákészülés, és sajnálata veszik, hogyha nem kerül be valaki a csapatba. Tehát a versenyszellem kialakítása, a sokoldalú felkészítés testnevelés órán, és hosszabb távon az atlétika megszerettetése, és reméljük, hogy akár országos bajnokok is kerülhetnek ki a ma elindult gyerekek közül. Tehetségekben bizony nem volt hiány, akik közül néhányan nem csak az iskolában űzik a sportágak királynőjeként apostrofált atlétikát. Én rendszeresen járok ide a Pécsi Atlétikai Klubba, igazolt versenyző vagyok, és hát természetesen elv mellett még a suliba is gyakoroltunk órákon. Elsősorban a sport az a legfontosabb szerintem egy gyerek számára, és hát egy jó délutáni elfoglaltság, jó társaság. Ennyi. A téli felmérő versenyen mind az alsósoknál, mind a felsősöknél az Anikó utcai általános iskola bizonyult a legjobbnak, az alsósoknál a Csokonai Vitéz Mihály iskolát és a Társit, míg a felsősöknél az Árpád Fejedelem iskolát és szintén a Társit előzve meg. Bár az idei kiírásban nem szerepel országos verseny, jövőre minden bizonnyal rendeznek ilyet, amelyen a lelkesedés látva a pécsi csapatok is eredményesen szerepelhetnek majd. Igen, sokszínű a hétvége sportkínálata, amelyet a most következő Sportinfóban olvashatnak. Én már megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!